Múlhatatlan szerelem címmel nyílt kiállítás az Őrmezei Közösségi Házban, Bolba Henrik és Bolbáni Szeles Magda munkáiból. Festmények, ékszerek, szobrok, kerámiák és még számtalan különleges alkotás filmjelzi a művészpár sokszínűségét. Dr. Prokop Mária művészettörténész nyitotta meg a kiállítást. Igazi művészek. És attól, ahogy próbáltam a megnyitóba is mondani, hogy az igazi művészet, annak számos kritériuma van, de alapvetően az, hogy derült, és sugárzik, és optimizmus. Mert a szellem, az mindig messze fölötte van az anyagi világa, még akkor is, ha szervesen össze van vele fonódva, mert ugye test nélkül még sincsen. És csak éppen az, hogy segíti az emberiséget arra, hogy, hogy jól érezze magát a földön. Na, erre való a művészet. A megnyitón részt vett Bradányi Iván, Emerton díjas író, dalszövegíró és műfordító is, aki egy kedves verssel köszöntötte az alkotópárt. Aki a szíve szerint alkot, az mindig megtalál egy partot, ahol a lelki béke él és boldog perceket ígér. Az élet mindenhez csak keret, egy gondolatnyi töredék. Miről is álmodik az ecset? Miből is születik a kép? Bolba Henriket nemrégiben Prokultúra Új Buda díjjal is kitüntették. Szinte nap mint nap haladhatunk el olyan köztéri alkotások mellett, amelyek az ő kezenyomát dicsérik. Mostanában azonban visszatért a festészethez, melynek legfőbb témája a természet szépségeinek bemutatása. Természet az a legcsodálatosabb dolog, amit manapság nem nagyon kedvelnek az emberek, vagyis túl lépnek rajta, és nem tudják, hogy milyen érték, hogy mit köszönhetünk ennek a földnek, amely nekünk mindent adott. Bolbáni Szeles Magda arszpoétikájának is szerves része a természethez való viszony. A valósághoz közel álló dolgokat, vagy a valóságot kicsit átértelmezve kell alkotni dolgokat. Nem kifejezetten teljesen elszakadva a természettől, hanem tulajdonképpen ezen az alapon. Az ingyenes kiállítást április 14-ig lehet megtekinteni az Őrmezei Közösségi Házban.